Kedves nézőink, véget ért ugye az idény, a mai napon ugye 5-4-re nyert a Hungária München FC csapata az Izár Bombers csapata ellen, és köszöntöm itt a hazaiaknak a menedzserét, Daradics Tibort. Szia Tibi, üdvözöllek téged! Szia Tibi, én is üdvözöllek téged, és üdvözlöm a HMFC TV, vagy a leendő Hungária TV nézőit, vagy ezzel egy titokról rántottam le a leplet. Aki esetleg még nem hallotta, januártól egy kis változás is beállít a tévénknél. Ennek egyik folyamata az lesz, hogy Hungária TV néven folytatjuk, de mai napon azt gondolom, hogy nem ezért vagyunk egészen itt, hanem inkább azért, hogy egyrészt gratuláljak a csapatnak, hogy idén is dobogós helyen végeztetek. Hogyan látod így a mérkőzések után az egész őszi idényt, milyen gondolatok kavarognak most éppen a fejedben, Tibi? Ez a mai mérkőzés szerintem hülyen tükrözi az egész idényünket, hiszen hogyha végignézzük az eredmény alakulását, akkor 1-0-ra vezetett az ellenfél, kiegyenlítettünk, utána 3-1-re elment az ellenfél, aztán újra fölálltunk, de megint ők vezettek, és a végén végül is mi húztuk be a győzelmet. Ilyen értelemben ez meseszerű, mert a végén mi nyerünk, a jó nyer, úgymond. Ha ez mindig így marad, ezzel simán kiegyezünk, de ahogy mondtam, ez tényleg hülyen tükrözi az egész szezonunkat és a csapat hátterét, mert azért ez egy óriási hullámvasút volt ez a szezon. Az öreg fiú csapatnál ugye azt láttuk, hogy nagyon jó szezon kezdett, után elkezdtünk csúszni lefele, a tabellán is, illetve a játékképét illetően is, de ez mondom talán a legjobb szó rá erre a hullámvasút, mert voltak nagyon jó félóráink, nagyon jó óráink, sőt nagyon jó teljes meccseink is. Összességében én azt gondolom, hogy az első évben abszolút megállta a társaság a helyét itt a bajnokságban, hiszen mi tényleg abszolút kezdők voltunk, és rögtön ugye nem az alsó, hanem a második ligában kaptunk besorolást. Ilyen értelemben akárhányadik helyről beszélünk az ő esetükben, ez mindenképpen pozitív dolog. A liga csapat esetében, az első csapat esetében pedig hát az érmet nem kell magyarázni, tehát én azt gondolom, hogy a bronz is fényesen csillog, hiszen az első helyezett, ugye a Poingi Energy Kopfnusz csapata nagyon kiemelkedett a mezőnyből, a második helyért pedig a Studentenstadt ellen egy nagyon jó kiki meccset játszottunk, ahol ugye az utolsó percig 1-1 volt az eredmény, 1-1 volt az állás, aztán egy elhibázott 11-es után szinte kontrából ők rúgták a győztes gólt, tehát ez tényleg szó szerint fordítva is elsülhetett volna, perceken múlt, és utána viszont a mezőny többi részét én azt gondolom, hogy abszolút megérdemelten győztük le, tehát a játékképét tekintve is, úgyhogy reális, összességében reális ez a harmadik hely. Hogyha még rutinosabbak leszünk, hiszen az első csapatunk is ugye csak a második szezonját töltötte a Royal Ligában, akkor ezek talán felénk dőlnek el még ezek az apróságok, és hogyha a háttér dolgokat is rendbe tesszük, ami ugye még egy formálódó közösség, tehát szintén vele járó probléma úgymond, ha ezeket is jól kezeljük, helyre tesszük, és mindenki beáll a sorba, jó értelemben egy irányba húzza a szekeret, akkor ettől csak följebb vezet az út, úgyhogy én azt gondolom, ahogy ma kapusunkkal, Fafival is beszélgettünk erről, hogy a bronzérem itt nem lehet a csúcs, tényleg nem, és hogyha ezt bebizonyítjuk, és ezt a pályára is visszük, ezt az elhatározást, akkor jövőre méltán lehetünk esélyesek az egyik feljutó helyre itt a Royal Liga negyedosztályában. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó végszó lehet itt a mai kis interjúnk végére. Én sok sikert kívánok nektek a folytatásban a csapatnál, és természetesen mi is azon leszünk, hogy támogassuk tovább a fiúkat, és azt gondolom, hogy nem is lehet más a végszó, mint az, hogy hajrá magyarok, és hajrá HMFC! Ria-ria, Hungária! Ria-ria, Hungária!